Sziasztok! Amiért ezt a kis videót készítem, ennek az az oka, hogy szeretném elmondani pár mondatban, hogy hogyan is kerültem én bele a Waldor Art mentorprogramba. A Facebook csoportba úgy kerültem be, hogy egy adminisztrációs hiba történt, ezáltal felvettek a csoportba, ahol nagyon sok pozitív tapasztalat ért engem. Többek között én is töltöttem fel saját alkotásokat, illetve más alkotásait láthattam, akár készülési folyamatokban, illetve a már elkészült képeket, rajzokat. Nagyon érdekes, nagyon jó véleményeket és nagyon sok hasznos tanácsot és tapasztalatot láttam ebben a csoportban. Miután kiderült sajnos, hogy véletlenül vagyok a csoportban, mindenképpen kértem segítséget, hogy szeretnék maradni. Hogy miért szeretnék itt maradni? Azért, mert ez a csoport, ez egy közösség, mindenki segít mindenkinek, nagyon-nagyon jó véleményeket, tapasztalatokat, segítséget nyújtanak a mentorok. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy 24 órán belül kapunk mentorválaszt, így mindenki a saját alkotásában felelhető pozitív és negatív dolgokat úgymond szinte azonnal megkapja, esetlegesen a javításokat el tudja végezni, hogy az a képalkotás, festmény, rajz, teljesen mindegy, melyik kategória, a maga módján legyen tökéletes, illetve a maximumot ki tudjuk belőle hozni. Ami még fontos, hogy én más cégnél is jelentkeztem online kurzusra, illetve megpróbálkoztam különbözőféle fajta tanfolyamokkal. Miben különbözik a Waldor Art ettől? Sokkal-sokkal részletesebben és más látásmóddal segítenek minket, tanítanak meg minket rajzolni. Ténylegesen, tényleg a pálcika embertől egészen a portréig pár nap alatt az ember el tud jutni pár lépéssel. Nyilván alázattal, szeretettel, gyakorlással, de azok vannak ebben a csoportban, és azok keresik meg ezt a felületet és ezt az iskolát, akik a művészetnek ezzel az ágával szeretnének foglalkozni. Én nagyon nagy szeretettel tudom ajánlani ezt a csoportot, illetve ezt a mentorprogramot mindenkinek, aki szeretné magát fejleszteni saját ütemben.